A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, kedves nézőink, az esztendő utolsó napján, december 31-én ünnepi beszélgetéseink sorában Ruf Tamás, az Albaregia Szimfonikus Zenekar vezetője, igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Szép estét kívánok mindenkinek. Érdekes esztendőnk volt, annyi szent, és hát én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk az eltelt időszakra, és majd természetesen a jövőről is kell, hogy szó essék, akkor megállapíthatjuk, hogy amikor az évadot megtervezték, a 2022-23-as évadot, Jószárivel minden maradéktalanul teljesült, mondom én. Ehhez viszont nagyon sok mindent kellett tennetek az elmúlt időszakban is, hiszen a szerkezeti átalakítás, illetve az az új műsorstruktúra, amit megterveztetek, megálmodtatok és végre is sikerült hajtani, az azt hiszem, hogy minden klasszikus zene rajongót megerősített, hogy helye és ott van a helye a koncerteken. Így is történt. Egy kicsit akkor menjünk vissza. Amikor a kinevezésed megtörtént, és munkatársakat, vezetőket választottál magad mellé, gondoltad volna-e, hogy nyilván kisebb zökkenőkkel, de ha úgy tetszik, legalábbis kívülállóként azt mondom, hogy ilyen sikeres lesz ez a váltás? Azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy igen. Hiszen azért vágtam bele, és azért is kértem fel a fiatal kollégákat erre a munkára, mert hittem abban, hogy ez jó lesz, és ennek működnie kell. Nem mindenki értett egyet ezzel a sorrendiséggel és a struktúrával. Én váltig azt mondom, hogy ahhoz, hogy egy együttes jól tudjon működni, ahhoz egy nagyon határozott vezetői elképzelés kell, és éppen ezért innen indultam el az építkezésben, és így került be tulajdonképpen annó még a pályázatomba, és ennek folytán pedig a zenekar vezetésébe a sikeres pályázat után. Ugye Dobszai Péter karmester, művészeti vezetőként, és Dobri Dániel zeneszerző, kortárs művészeti vezetőként. Ezt sokan így kicsit kétkedve szemlélték, hogy vajon ebből mi sül ki. Az én fejemben akkor az volt, hogy nagyon fontos, hogy ambiciózus, tehetséges, fiatal művészekkel dolgozunk együtt, hiszen mind a két fiatal ember a 30-as éveinek az elején van, az nem kétséges, hogy ilyenkor szárnyalnak az emberek. Ugye a művész ember is, ahogy a civil életben is, de a művész világban még inkább mondhatom, hogy tulajdonképpen élete végéig érik az ember személyisége, és ezen keresztül az alkotó munka az gyakorlatilag végtelen lehetőségekkel bővül. De mégiscsak ezek a fiatal 30-as, 40-es évek azok, amikor úgy egy karmester elkezd szárnyalni. És ez a számításom beigazolódott, hiszen mind a két művészeti vezetőnk nagyon-nagyon aktív, nagyon jó értelembe véve terhelhető fiatalember. És az a része is nagyon, nagyon gyümölcsözőnek tűnik, hogy két különböző karakterű ember sikerült a zenekarhoz szerződtetni. Megerősítést jelent számodra, hiszen tudjuk, hogy a helyőrségi zenekar élén, illetve számtalan vendégjátékkal már bizonyítottad, hogy karmesterként és zenekarvezetőként is ott a helyed a műfaj közvetlen élvonalában, viszont ez mégis más. Tehát amikor döntéshelyzetbe kerültél, akkor nyilvánvaló, hogy azért a tapasztalataid sokat segítettek abban, hogy ez a zenekar valóban olyan legyen, mint amit megálmodtál, amit megálmodtatok együtt, és az a struktúra is működjön, amit ti hoztatok létre. Igen, annyiban azért jelentősen más az eddigi szakmai kihívásokkal, kihívásaimmal szemben, és az eddigi tapasztalataimmal szemben, hogy addig, amíg a katonazenekar élén vezetőként, a szó napi értelembe vett vezetőjeként is funkcionáltam, ugyanakkor a színpadon is én vezettem a zenekart. Tehát, hogy mondjuk nem volt kérdés, hogy egy adventi hangversenyre nem kell vendégkarmestert hívni, hiszen én dirigáltam az együttest, és a koncert
megálmodásától kezdve a logisztikai háttérnek a hozzátervezéséig, a koncert napján a színpadépítéstől kezdve az utolsó felcsendülő akkordig, ott minden az én kezemben volt. És nyilvánvaló, hogy egy teljes ezrednek az állománya, a vezetőségtől kezdve a végrehajtó állományig, mindenki segítette ezt a munkát. De magában a megálmodásban, tervezésben és a hangverseny szó szerinti végrehajtásában ott minden rám hárult. Ezzel szemben a szimfonikus zenekar igazgatói teendői azért más jellegűek. Itt inkább nekem az a nagy feladat, hogy megteremtsem a nyugodt munkafeltételeket, és a nyugodt légkört. Gyűjts magad köré. Gyűjtsem a csapatot, és szépen mindenki tegye a maga dolgát, a maga végzettsége, a maga tehetsége, a maga beosztása szerint. És ezt nagyon sokan kérdezték, hogy nem fura-e, hogy nem vezényelhetek. Azt mondtam, hogy nem, nekem az a fura, hogy annyira rengeteg munka van a háttérben, amit egyébként az emberek nem gondolnának, hogy nagyon-nagyon jó érzés úgy részt venni. Tulajdonképpen most egy másfél év eltelt éve kezdem ezt megtanulni, hogy milyen az, amikor az ember jó érzéssel leül, hátradől és meghallgatja a koncertet, ami előtt egy másfél-két-három hónapot dolgozott adott esetben, majd bejön a karmester úr, Dobszai Péter, dirigál egyet, és a szó legnemesebb értelmébe véve learatja a babérokat. Megtaláltam ennek a munkának a szépségét, azt gondolom. Nehéz időszakban vettétek át a szimfonikus zenekart. Ugye Covid-járvány kellős közepén voltunk bizonyos értelemben, és azt gondolom, hogy az emberek kiéheztek már az idei esztendőben, mikor ez elmúlt, ez a nehéz időszak a klasszikus zenére, mert tetszik, nem tetszik, ugye számtalanszor elmondom, hogy Székesfehérvár nem csak a sport, nem csak a gazdaság városa, hanem a kultúra városa is, és abban pedig fajsúlyos szerepet játszik a szimfonikus zenekar. Ennek tükrében kellett megtervezni azt a programot, amely végül is sikerrel járt? Abszolút. Annak idején szinte mindenki azt mondta, hogy ennél nehezebb időszakban nem is vehettem volna át egy zenekar, egy kulturális intézmény vezetését. Nagyon nagy volt a bizonytalanság. Játszhat a zenekar, nem játszhat a zenekar. Ha játszik, hol játszik? Szabadtéren játszon, avagy kőszínházban játszon. Ha egyáltalán játszik, jönnek-e a nézők? Mernek-e koncertre jönni? Akár ingyen, akár pénzért. Aztán ha játszottunk ingyen, akkor vajon legközelebb vesznek-e jegyet? És tehát annyira át strukturálódott a Covid miatt a teljes kulturális szektor, és olyan nehézségekkel kellett megküzdenie a már 20 éve regnáló adott esetben, ugye sokkal tapasztaltabb igazgatóknak, vezetőknek, mint mondjuk én, amivel eddig még nem találkoztak. Tehát, hogy teljesen új kihívások elé lett állítva minden egyes együttes. Hát mi ezt rögtön az elején így kezdtük, és voltak bátor, kreatív ötletek, volt, amelyik egyikünktől, másikunktól, harmad magunktól származott, de a lényeg az, hogy én mindig azt mondtam, hogy ha piciben is, de mégis kell tudni, meg kell próbálni változtatni, kell egy kis újdonságot hozni az életünkbe, és igenis, hogy a biztonságosság keretein belül, tehát hogy mindig szem előtt tartottuk az együttes és a nézőknek az egészségét, tehát gyakorlatilag a testi, fizikai, lelki épségét, hogy nehogy elszabaduljon mondjuk egy Covid egy hangversenyteremben. Ugye ezek mindig nagyon kényes kérdések voltak, és egy kötéltánc volt, tulajdonképpen a mai napig az. És bebizonyosodott, hogy azért bátorsággal, azzal sok mindent meg lehet oldani. És nem vak bátorságról beszélek, szerintem a Jóisten sokat segített nekünk ebbe, hogy bátran neki mertünk menni a hangversenyeknek, és ezeket sikerült is megtartani. Így van, és megvoltak azok a helyek is, amelyek azt hiszem, hogy nagyon fontosak. Hiszen a Somorjai Ferenc bérlet, az a kamarazene és kórus zene bérlet, a Farkas Ferenc, a partitúra, mind-mind Vörösmarty Színház, a nyilvánvaló Szent István Művelődési Ház, templomok, és hát az új, és erről majd külön kell, hogy beszéljünk, hiszen végleges otthonra leltetek a szabadságharcos úton. Kezdjük talán ezzel. Az, hogy otthonra leltetek, ez nem túlzás, azt mondom, ez mérföldkő ilyen értelemben. Tehát egy nyugalmas hely, ami a tiétek, ami játszóhely is lehet, és emellett pedig
olyan nyugalom vesz benneteket körül, hogy a mindennapi munkát nem befolyásolja semmi. Így van. Hálával tartozunk ezért is az elődeinknek, hiszen ezt az épületet és ezt a helyzetet, ezt tulajdonképpen örököltük. És azzal a különbséggel, azzal a kitétellel, hogy mielőtt a szabadságharcos útra költözött volna a zenekar, ugye azért több költözésen esett át, sokszor egyik pillanatról a másikra, és amikor átvettem a zenekar vezetését, akkor itt többen kérdezték, hogy na és mi lesz az épülettel, hova költözünk legközelebb, és mindenkinek azt mondtam, hogy nem megyünk sehová, én azon fogok dolgozni, hogy maradjunk. És hál' Istennek a város vezetése úgy látom, hogy ezt az elképzelés jónak látja, hiszen ahogy említetted, ez egy nagyon-nagyon ideális környezet. Nagyon közel van a belvároshoz, mégsem azért a belváros közepén akadályozzuk mondjuk a parkolást, hogyha megjelenik a zenekari próbára, akár egy nagy zenekari busz, akár több személyautó. Néhány perces sétával megközelíthető, tehát a nézőknek is ideális. És maga az épület egyébként nagyon sok csodás lehetőséget rejt. Hiszen nem titok, szerintem többen tudják, hogy a Vörös Marti Rádió sokáig ott működött. Ott vannak hangszigetelt stúdiószobák tulajdonképpen, amik egészen pici kis átalakítással mondjuk gyakorló helyiségekké alakítható. Hiszen hangszigetelt helyekről beszélünk. Van egy gyönyörű, szép, nagyon-nagyon alkalmas akusztikailag is, és tér szempontjából is, vagy helykihasználás szempontjából egy nagyon alkalmas próbatermünk. Eddig még akár kijött az ország bármelyik részéről, mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó lenne nekünk egy ilyen otthon. Szóval, hogy igazából meg kell tudnunk látni a jót, hogy nyilván a mi zenekarunk, a mi zenészeink szeretnének egy még szebbet, egy még nagyobbat, egy még impozánsabbat, de azt kell mondanom, hogy összességében nagyon szép körülmények között tudunk dolgozni. Tehát a Rivalda fényen túl a csapatodról már esett szó, hogy ideális választás volt, és egy kerek ez a csapat, ugyanakkor fontos a zenekar összetétele is. Ez is változott, de nem túlságosan jelentősen. Nyilván ezt meghatározta a zenekarvezető szemlélete, pozíciója, elhivatottsága is. Most kerek ez a csapat? Mert azért voltak változások, tudjuk. Így van. Minden együttes életében szerintem teljesen természetes egy fluktuáció. Ami, szóval nem kerek még a csapat, de nagyon szépen kerekedik, inkább így fogalmaznék. Nagyon fontos egy állandóság az életünkben. Szerintem a magánéletünkben is, a magánemberként is, akinek van egyfajta állandóság, egyfajta biztonság az életében, azért az az ember nyilván biztonságosabban nyúl a munkájához, és lehet, hogy kellő alkotó energiát is kap ettől. Ugyanez mondjuk egy nagy együttes, egy nagy társulat életében ugye hatványozottan jelentkezhet. Mielőtt Dobszai Pétert sikerült volna ide szerződtetni művészeti vezetőnek, azért itt jelentős mozgás volt a zenekar élén. És volt olyan, akivel szeretett az együttes dolgozni, volt, akivel nem szeretett, ez is egy teljesen természetes dolog, hogy egyik karmestert jobban kedvelik az együttesek, a másiktól egy kicsit fáznak, mert nem tetszik a stílusa, vagy éppen valami más probléma van. De mégis az állandóság, most az független attól, hogy szeretjük vagy nem szeretjük, de az állandóság az egy nagyon nagy szakmai biztonságot tud teremteni. És azzal, hogy a zenekarnak lett állandó művészeti vezetése, immáron most már azt mondhatjuk, hogy ugye másfél éve eltelt, és másfél éve dolgozik Dobszai Péter karmesterként a zenekarral, és művészeti vezetőként. Másfél éve van jelen az életünkben Dobri Dániel, akinek a munkáját így nem mindig lehet annyira látni, hogy mennyire látványos, hiszen a kortárs azért az egy nehéz, nagyon nehéz, igazából perifériára szorult művészeti terület, rettenetes sok pénzbe tud kerülni, ezért is azért nagyon sokan, ha lehet, akkor így egy kicsit így ügyesen, de kikerülik ezt a témakört, mert sokba kerül a jogdíj, sokba kerülnek a kották,
amúgy is kis réteget szólít meg, tehát hogy nagyon nehéz. Ehhez képest szerintem itt a Daninak a másfél éves munkásságával egy nagyon-nagyon nagy áttörés volt Székesfehérvár zené életében, a kortárs tekintetében. Nézzük meg azokat a bérletsorozatokat, amelyek az alapját képezik a műsor struktúrának. Somorjai Ferenc bérletsorozatról beszéltünk. Én azt gondolom, hogy a kamarazene és a kórus muzsika rendkívül fontos, és sikerült megtartani azokat a régieket, ha úgy tetszik, mármint karmesterekre gondolok, akik velünk voltak, és egy olyan műsor kavalkádot összeállítani, ami ma is vonzó. Tehát ez nyilvánvaló tudatos építkezés. Természetesen tudatosságban tulajdonképpen az látszik, vagy talán bízom benne, hogy most már látszik, hogy amikor elkezdtük ezt a ciklust, ugye 3 évre szólt a megbízatás, és először nagyon-nagyon villámtempóba el kellett indítanunk az évet egy Covid utáni nyitással. Tehát úgy indultunk, hogy 2021. május 1-én megtörtént a kinevezésem, és velem együtt akkor jöttek a művészeti vezetők is, és május végén nekünk gyakorlatilag játszani kellett, és egyik pillanatról a másikra fel kellett építeni egy Covid utáni nyitási tervet, majd el kellett indítani a következő évadot, és most ott vagyunk, hogy már a 2023-24-es évad is szépen kezd kikristályosodni. Szóval ez egy 3 évre felépített munka volt, aminek a szépsége és egyben a nehézsége is az a mai napig, hogy nyilván a lehetőségeinket figyelembe véve a lehető legkisebb anyagi befektetéssel, ezt most a szó pozitív értelemben mondom, de mégiscsak így lehet megfogalmazni, hogy egy viszonylag kis költségvetésből kell egy olyan szakmai programot összeállítani, amely nem csak helyi szinten, de országos szinten is versenyképes a szakma többi szereplőjével. Farkas Ferenc bérlet az én egyik kedvencem, mert most már minden a kedvencem, azt elárulom. Tehát ez is komoly hagyományokkal bír, és azt hiszem, hogy teli találat volt abban az értelemben ezt folytatni, és különböző tartalmakkal megtölteni, mert a közönség vevő erre. Így van. Ami nekem egy nagyon nagy visszaigazolás a Farkas bérlettel kapcsolatban, hogy az idei évadot úgy kezdtük el, hogy az eddigiektől, az eddigi hagyományokkal szakítva, egyébként kényszerű okok miatt, de hogy egy kicsit kellett frissíteni a struktúrán, sorozatnak hirdettük meg, és nem bérletnek. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen hangversenyek számában és jellegében folytattuk az eddigi hagyományokat, csak nem lehetett rá bérletet váltani, hanem egyedi értékesítés volt minden egyes hangversenyre. De bejött. És ez, ami nekem egy nagyon nagy visszaigazolás, hogy tulajdonképpen teljes teltházzal mennek a farkas bérletek. Tehát kicsit féltek tőle a nézők, és nem értették. Én pedig nem csináltam ebből titkot, hogy ez egész egyszerűen az elmúlt 2 év covidos tapasztalat alapján ez egy biztonsági megoldás, ami mindenkinek a biztonságát szolgálja. Egyrészt a muzsikusoknak a biztonságát, a szervezet, az együttes, az intézménynek a működési biztonságát szolgálja, másrészt a nézők biztonságát szolgálja, hogy ha ne adj Isten, most éppen nem a Covid, hanem bármilyen gazdasági válság miatt elmaradna egy koncert, amit megjegyzek, egy sem maradt el, hál' Istennek, de ha mégis elmaradna, akkor nem lenne gond a pótlásokkal, stb. És amennyire féltek ettől a kollégák, közvetlen kollégáim és maguk a nézők is, ehhez képest az első hangversenytől kezdve telt házzal mennek ezek a bérletek. Nem véletlenül fogalmazott úgy évközepén, amikor a társulati ülés volt, illetve a zenekar ülése, Cserpakovics András polgármester, hogy mindent a működőképesség fenntartásához szükséges eszközbe vetünk. Ez rátok is vonatkozott, hiszen ezt ott mondta ezen az évadnyitó előtti találkozón, de azt mondom, hogy ti pedig beleálltatok ebbe. Mint ahogy abba is, és számomra ez kivételesen fontos, a partitúra ifjúsági hangversenybérlet sorozat. Nagyon jó látni a teltházakat, akik nem kötelességből érkeznek oda, és tanulnak. Ehhez viszont egy olyan műsorstruktúra kell, ami megint csak a ti gondoskodó szereteteket dicséri.
Igen, na most ahhoz, hogy ezt egyébként a maga teljes valójában lássuk, nem tudom, bele szabad-e mennem, de itt is több szálon fut a történet, ha szabad így fogalmazni. Ez több mint egy évvel ezelőtt indult ennek az előzménye, hogy kísérleti jelleggel kipróbáltuk a hangverseny teremkénti működését a próbatermünknek. Gyakorlatilag egy kis kortárs kamara eseménnyel elindítottuk a kortárs klub keretein belül, és a cél az volt, hogy egy kicsit megnyissuk az otthonunkat, megmutassuk a nézőknek, hogy valójában hol próbál a zenekar, hol szoktunk gyakorolni, hogy zajlik egy próba, hogy egy kicsit úgy be tudjanak lesni a mindennapjainkba, hiszen mindenkit érdekelnek a színpadon történő dolgok, de még jobban a kulisszák mögötti történetek, hogy vajon hogy készülnek fel, hogy zajlik egy próba. És az első ilyen kortárs klubot követte a második, ugye az első egy Mez Gustafsson kortárs jazz szaxofonest volt, ami egy nagyon-nagyon kis réteget megszólító kortárs, ilyen nagyon peremvidéken tanyázó előadás volt, teltházzal ment gyakorlatilag, nagyon-nagyon jól vizsgázott maga a terem, a nézők megszerették, és a következő kortárs előadás, ott pedig Fanándor volt a vendégünk, az is gyakorlatilag egy másik közönséget szólított meg, de az is teltházzal ment. És itt ez a kettő hangverseny gyakorlatilag számunkra magunk belülről egy vizsgahangverseny volt, hogy vajon a terem hogy funkcionál, hogy vizsgázik a nézőknél, és hát jól vizsgázott, mert nagyon szerették, meg egy nagyon-nagyon otthonos, nagyon bensőséges, intim hangulatot tudunk ott teremteni, és ekkor elhatároztuk, hogy rendszeressé tesszük ezeket a hangversenyeket, és valójában megnyitjuk a házat a nézők előtt. Ekkor jött a sajnos a gazdasági válság, első szele, amikor egyik válságtervet a másik után kellett készíteni, hogy mi lesz akkor, ha csak ennyi pénzünk lesz, mi lesz akkor, ha csak ennyi, mi lesz akkor, ha be kell zárni az intézményeket velünk együtt, és egyik terv a másik után született, és csak arra jutottunk, hogy a lehető leggazdaságosabb és a legokosabb megoldás, ha itt játszunk, igaz, kisebb nézőszámmal tudunk, de inkább megismételjük akkor majd a hangversenyeket, de hozzuk ide a nézőket a saját házunkba. És ez volt ugye a második szál, és a harmadik szál pedig az ifjúsági hangversenyek, amelyek gyakorlatilag végleg, vagy hát szerintem hosszú időre visszakerültek, vagy bekerültek ide a székházba, és az a 120-150, körülbelül 150 nézőt tudunk kényelmesen leültetni, de ha csak 120-an vannak, akkor bőségen még szellősnek is érezhető, tehát nem, hogy mondjam, nem vagyunk összeszorítva. Az a 120-150 gyermek gyakorlatilag karnyújtásnyira került a zenekartól. Tehát nem az van, hogy ők látnak egy színpadon, egy távoli színpadon egy magas művészetet, amit hát csak így csodálni lehet egy elefántcsontorony féleségként, hanem tényleg karnyújtásnyira került, és ahogy most itt beszélgetünk, ilyen közelről látják és hallják a hangszereket, és magát a házigazdát, ugye Dobri Dániel zeneszerzőnk ezeknek az állandó házigazdája, ő mesél a gyerekeknek a zenéről, zeneszerzésről, zenekarról. Egy egészen más dimenzióba kerültek ezek a hangversenyek. És akkor a következő stáció az ugyanez, kérdezd a karmestert. Annál fontosabb nincs, amikor, ha nem is bulvár stílusban, de valaki elmagyarázza azt az úgynevezett magas művészetet, hogy hogy alakul ki egy kottából, miként lesz egy fogyasztható klasszikus zenei parádé, ha úgy tetszik. És ez megint csak bevált. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy remek út. Ez a kérdezd a karmestert, ez tulajdonképpen a Dobszai Péter kollégámnak és nekem egy egymás mellett futó közös álmunk volt, és egyszer csak összeért. Ugye még a Katona zenekarral nekem volt egy ilyen sorozatom 2015 tájékáig bezárólag, az volt a zenekari kerekasztal. És egy hasonló beszélgetős koncert volt, egy interaktív koncert. Azért mondom, hogy hasonló, mert tényleg csak hasonló volt, szerkezetileg máshogy volt felépítve, de azt akkor nagyon láttam,
és nagyon megtapasztaltam, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy magát a közönséget ilyen módon is az együttes mellé kell állítani, egy törzs közönséget kell gyakorlatilag magunk mellett, magunk mögött tudni, ahhoz, hogy aztán ez a nézőszám, ez a közönség tábor, ez bővülhessen. És én azt a tapasztalatomat átadtam Péternek, ő pedig elmondta, hogy hát neki egy nagyon régi vágya, hogy beszélhessen a közönségnek a zenéről, a karmester szakma fortéjairól, és találkozott a kettőnk gondolatvilága. Így született meg a Kérdezd a karmestert, majd jövőre már lesz Kérdezd a zeneszerzőt is természetesen, hogy a nézők azért minél érdekesebb dolgokat tudjanak meg. És hát az első Kérdezd a karmestert, az nekem is meglepetés volt olyan szempontból, hogy Péter nem volt hajlandó elárulni, hogy ő miről fog beszélni. Tehát próbáltam innen, onnan, amonnan így úgy bekeríteni, és nem, majd higgyem el, hogy azt ő tudja. És ugyanolyan szűz füllel hallgatta, mint a nézők, akik ott megjelentek. És gyakorlatilag Péter ott egy komplett karmester kurzust ledirigálta a nézők előtt. Megmutatta, hogy melyik kézjelre, melyik mozdulatra, melyik egyezményesjelre, mit, hogyan reagál a zenekar, hogyan lehet ugyanazt a hangot 8 különbözőképpen eljátszani brácsán, vagy éppen hegedűn. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és még számos olyan szakmai trükk, vagy műhelytitok van, amit még szerintem, amiről érdemes lelebbenteni a fájtlat. Igen. Tehát ez sikersztori volt, mint ahogy az is, hogy a kortárs művészet bemutatása Dobri Danival, hiszen nem feledhetjük, és erről már beszámoltunk, de azt hiszem, hogy az áttörést jelent, hogy a Via Giulián, a Római Magyar Akadémián is bemutathatják azt a művet, amit mi már volt szerencsénk bemutatni és látni, hallani, és ezek fontos dolgok. No, de hogyan tovább? Hiszen beszéltünk itt keretbe zárva, a gazdasági válság nyilván azért rányomja a bélyegét a mindennapokra, és ez a művészeteknél is így van. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, tudjuk, hogy nem kell bezárnotok, tehát azért az nagyon jó. Viszont január 1-én lesz, tehát holnap lesz a hagyományos évadnyitó koncert a Vörösmarty Színházban, és nem lesz ugye színház, mint tudjuk. Készültök-e arra, hiszen a gazdasági válság, az infláció, recesszió azért megviseli a zeneszerető közönséget is, hogy ha valami negatív történik? Természetesen. Ugye most december 31-e este van, fél évvel ezelőtt történt az első nagyon komoly értekezlet ennek kapcsán. Szerintem sose fogom elfelejteni, 6. hónap 27-én hívott össze polgármester úr egy intézményvezetői értekezletet, ahol Mészáros Attila alpolgármester úr elmondta, hogy komoly baj van, nagyon-nagyon komoly problémákra lehet számítani, és mit vár el az intézményvezetőktől a városvezetés. És hát természetesen egy reális, logikus spórolást vártak el, tervet kellett letenni az asztalra. Tehát addig, amíg számos más helyen az országban nyár volt, tehát akkor indult a nyaralási szezon, mindenki még azzal volt elfoglalva, hogy éppen hova menjen nyaralni, ha tud. Itt már a városvezetés már egy válságtervet kért be tőlünk. Tulajdonképpen akkor egy kicsit futurisztikusnak tűnt, de most így fél év elteltével azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon bölcsen és előrelátóan tették ezt. Tehát, hogy én ezt bátran merem mondani, hogy Székesfehérvárt nem érte váratlanul ez az ősz közepére kialakult nagyon nehéz helyzet. És aztán 6. hónap végétől kezdve folyamatosan 2-3 hetente újra kellett terveznünk az évet. Ez egyébként megdöbbentő volt, hogy kidolgoztunk valamit, és kiderült, hogy ez még mindig kevés. És még mindig többet kell, és még mindig máshogy kell. És nagyon-nagyon hálás vagyok a kollégáimnak ebben, hogy partnerek voltak ebben, és tényleg nem is tudom, hogy hányszor kellett átdolgozni. De az volt a szempont, hogy tudjuk teljesíteni a közszolgálati feladatainkat, hiszen amiért vagyunk, arra szegődtünk, hogy
hogy amennyire csak lehet a lehető legmagasabb színvonalon tudjunk zenélni az embereknek, és amilyen magas szinten csak tudjuk, azt nyújtsuk itt a fehérvári polgároknak a zenében. És ugyanakkor, hogy azért hozzuk a kötelező számokat is, hiszen egy minősített zenekarról beszélünk, nekünk megvan, hogy évente hány fizetőnézővel, hány nézővel, hány koncertszámmal kell rendelkeznünk, és azért ugye azért ahogy fogynak az anyagi lehetőségek, úgy lesz ezeket a számokat egyre nehezebb produkálni. És úgyhogy folyamatos újratervezés volt, és mindig az volt a szempont, hogy a közönséget a lehető legjobban ki tudjuk szolgálni, és hogy lehetőleg a művész kollégák, a zeneművész kollégák ne érezzék meg azt, hogy válság van. És ez nem volt egyszerű, de tulajdonképpen az évet sikerült úgy bezárnunk, hogy mindent meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk. Nos, hát most pedig kezdődik az új év. Én azt kívánom, mint ahogy eddig, hogy azért múljon el, ez természetesen nem rajtunk múlik, ez a gazdasági válság, érjen véget a háború, azt hiszem, hogy akkor fellélegezhetünk egy idő után mindenképpen, de addig is jó munkát kívánok mindnyájatoknak, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt gondolom, hogy ott leszünk, ahogy eddig is. És hát kedves nézőink, önöknek pedig azt ígérem, hogy az elsői koncertről természetesen beszámolunk, ahogy eddig is tettük, és önöknek és mindnyájuknak boldog új évet kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.